Minecraft, de minden, amihez hozzáérek, TNTV alakul. Ebben a videóban úgy kell kivinnem a Minecraftot, hogy minden mob vagy blokk, amire rálépek, vagy megütöm, az TNTV alakul. Vajon meg fogom tudni szerezni a TNT páncélt, meg az egyedik TNT tárgyakat? Illetve le fogom tudni győzni a TNT sárkányt? Ez a videó végére kiderül. Szóval ezt mondhatok egy ilyen új mocsaras erdőbe, és hogy láthatjátok, alattam már van egy TNT blokk, ami nem véletlenül van, mert igazából bármilyen blokkra állunk, az TNT blokk alakul, sőt, hogyha megütünk egy blokkot, akkor is. Még maguk az inda blokkok is TNTV alakulnak, ami azt jelenti, hogy nem lesz innen egyszerű annyira lemászni. És nagyon reménykedek benne, hogy a víz nem? Igen, ne! Pont ráugrottam egy ilyen vízi hínára, és az is átalakult TNT-vé, úgyhogy erre is vigyáznom kell, hogy nem ugorratok bárhova a vízbe. Az, ami viszont nagy probléma, hogy hiába akarnék fát szedni, nem tudok, mert TNT-vé alakul egyből, amit hozzáérek sajnos. Ami azt jelenti, hogy alternatív módszereket kell majd kitalálnunk, hogy tudjunk fát szerezni, viszont kijövök ebből a biomból, mert szerintem nem a legjobb, átmegyek inkább abba. És igen, itt vannak már bárányok, és elméletileg, hogyha bármilyen mobot megütök, akkor igen, az ilyen TNT-vé változik, de amúgy maga a gyapjúja nem a birkának, csak maga a teste. Nézzétek, milyen furán néz ki. És ott kéne kraftolnom karat, hogy most csinálni állat ezekből a birkákból, viszont nem tudom ugyebár kiszedni ezeket a fákat. De ahogy nézem, van itt egy új crafting recept, ami pedig nem más, mint maga a dinamit, szóval ha berakunk itt 2 darab TNT-t, akkor kapunk valami új robbanékony dolgot. Viszont van még egy óriási hátránya annak, hogy minden TNT-vé alakul, amihez hozzáérünk, még pedig az, hogy bármerre megyünk, hagyunk mögöttünk egy TNT csíkot, és hogyha ez véletlenül felrobban, akkor nem tudunk elmenekülni, mert folyamatosan minden TNT-vé alakul itt mellettünk. Szóval nagyon kell vigyáznunk, hogy ez nem gyulladhat be, mert máskülönben instant meghalunk. Úgyhogy arra is kell vigyázni, hogy amikor ezt a dinamitot eldobjuk, akkor olyan helyre dobjuk, ahol nem robbantja fel az eddigi útvonalunkat. Szóval elméletileg, hogyha innen mondjuk megdobom azt a fát ezzel a dinamit, azért eléggé nagy területet kiásott, szóval óvatosan kell ezt csinálni, hogy felrobbantja az eddigi útvonalunkat. De igen, így fogunk tudni fát szerezni, ezt nagyon jól gondoltam, és valószínűleg így fogunk tudni bányászni is. Úgyhogy szerintem kiszedek egy csomó ilyen TNT-t meg, és akkor ebből craftunk még több dinamitot, és amúgy jó lenne vasat találni, vagy valami ilyesmit, vagy akár követ, mert ugyebár követ sem tudunk kiszedni, mert minden TNT-vé alakul. Jó, ebből már tudok craftolni 8 darab dinamitot, és nem tudom, hogyha mondjuk ide jövök, és innen megdobom ezt a kőplacot, jó, azért jó messzire kell, mert nagyon veszélyes ez így. Így már tudunk szerezni követ is, nagyon király, sőt, már 41 követ szereztünk meg, amúgy, hogyha oda dobálom a dinamitokat előre, esetleg addig lerobbantok, hogy már vasat találjunk, akkor fel tudnánk gyorsítani itt a progressziónkat, de ahogy nézem, nem tudtam elég mire lerobbantani hozzá. Mindegy, akkor craftolunk kőeszközöket. Először egy crafting table, és amúgy hát így legalább nem kell faeszközöket csinálni. Ja, meg itt vannak ilyen új TNT itemek. És ezek szerintem egy csomó plusz TNT blokk kell, úgyhogy kiszedek párat. Igen, tudnánk craftolni ilyen teljes TNT páncélt, jó, ezt is megcsináljuk majd. Szóval én első körben erre a TNT csákára lennék kíváncsi, hogy ez mit tud. Többi eszközből pedig csinálok követ, mert egyelőre azok jók lesznek. Így meg is van a teljes küzdünk. Ja, és maga a crafting table is átalakul ilyenkor, szóval mindig újat kell majd csinálni, sajnos. Nézzük meg, hogy így ne! Bármelyik mob, amit megölünk, az felrobban. Úristen, ez óriási probléma, emberek. Jó, ha eléggé messziről öljük meg a bárányt, akkor viszont ebből nem lesz probléma, de ahogy nézem, bebugol egy csomó blokk ilyenkor. Úgyhogy nehezen tudjuk az itemeket itt felszedni. Meg hogy így feljebb van a birka, akkor is lehet, hogy meg tudjuk biztonságosan ölni, igen, jól gondoltam. És gyerünk, nagyon óvatosan kéne, ez az, ezt alig éltem túl. Viszont hála az égnek, most már megvan a 3 darab gyapjunk, ami azt jelenti, nem kell több bobot ölni, de kajára amúgy szükségünk lesz, úgyhogy nem ártana keresni egy falut. Mondjuk elindulok ebbe az irányba, és kéne craftolni egy ágyat, mert már megy le a nap, csak attól félek, hogyha amúgy rákattintok az ágyra, az is TNT-vé alakulhat vajon, nem tudom. Viszont reménykedek benne, hogy ez nem így lesz. Amúgy, ha bejövünk a vízbe, akkor egyedül kaphatunk egy olyan területet, ahol viszonylag biztonságban vagyunk, mert itt nem fog be TNT-ződni alattunk semmi. És amúgy azt akarom kipróbálni, mi történik, hogy a craftolok még egy csomó dinamitot, és innen rádobom az eddigi TNT. Úristen, felrobban az összes TNT, Jézusom, amúgy ez nagyon-nagyon veszélyes tudám lenni. Amúgy így lehet, hogy találunk vasat, szóval ez végül is hasznos is lehet számunkra. És tényleg felrobban minden egész végig, amúgy itt is volt egy TNT csík, nem tudom, hogy idáig felrobbanná. Na mindegy, szerintem alszok egyet. És ahogy nézem, nem, az ágy is átalakult TNT-vé, ami azt jelenti, hogy most egyszer tudtunk aludni, szóval a következő éjszakáig kéne találnunk egy falut, 10 percünk van rá, hát reménykedek benne, hogy fogunk. Na új falut még nem találtam, de lávatavat, igen, és ezt nézzétek, emberek, ez amúgy, ne, ide spawnolt egy TNT, ami azt jelenti, hogy ezeket így valahogyan ki kéne ütnem minden a környékre, mert nem akarom, hogy felrobbanjon az egész csík a láva miatt. Nagyon sokkal jobban oda kell figyelnem, mint gondoltam, mindegy, hogy a lávató jó olyan, hogy lementem azért a koordinátáit. Jó, nagyon kéne nekem még kaja, viszont nem tudom megölni a mobokat, mert az összes felrobban, úgyhogy azon gondolkodtam, hogy odadobok egy dinamitot, igen, akkor meghal a malac, és nem tudom, hogy ilyenkor droppolja a húsát. Hát igen, így megkapjuk. Szóval különlegesebb módokon kell még az állatokat is lefarmolnunk. És ott van a következő malac, ne, ezt túl közel robbantottam magamhoz, és fél szívem maradt. Jó, nem baj, végül is van már 5 darab húsom, meg van itt cobblestone-om is, hogy csinálok egy kemencét, és kisütöm ezeket. Na, valamennyi kajánk már van, most már regenerálódik is az életünk, de folyamatosan fogom szerintem a malacokat farmolni, az dinamitokat is kell még megcraftolni, de a legjobb lenne, hogyha találnánk egy falut végre amúgy. És pont ebben a pillanatban találtam egy falut, ott ez az. És itt van egy rakás búza, meg ahogy nézem, ott van sóder, és azokat is ki kéne szedni, mert majd abból fogunk tudni portált csinálni. És mi most használtam először ezt a csákányomat, és elvileg, hogyha kiütök vele egy blokkot, igen, akkor a környező blokkok is felrobbannak. Így például eléggé nagy területet, eléggé gyorsan ki tudunk ásni, sőt, akár gyémádat is tudnánk találni viszonylag gyorsan. És ez azért nagyon jó, emberek, mert igazából most ki akarnám ütni ezt a rengeteg szalmát,
a bálát, de nem tudom, viszont hogyha ideütök egyet a csákányommal, akkor így megkapom a nagy részét. És így végül is így bármilyen blokkot ki tudunk szedni, most már nyilván azért felrobban a környező terület, meg az még egy nagy pozitívum, ettől féltem különben, hogy oké, felrobban a csákány, de ahogy látjátok, ezeket a TNT-ket nem aktiválja be, így bőven biztonságosan használhatjuk akárhol. És már 35 darab szalmabálám van, ami már majdnem 2 stack kenyérre elegendő, és itt vannak ládák is, innen is tudunk kenyeret szerezni például. Meg itt vannak amúgy ágyak, amiket nem tudnék kiütni, mert hogyha rákattintok, akkor egyben átalakul TNT-vé, de elvileg igen, így ha felrobbantom, akkor megkaphatjuk az ágyakat is, szóval is egy tök jó taktika. És amúgy még arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik, hogyha megöljük ezt a gólemet, mert szerintem, hogyha megütjük, igen, akkor TNT gólemé alakul, azt nézitek, hogy néz ki. Na, de mindegy, szerintem összegyűjtök annyi ágyat, amennyit csak tudok, mert egy ágyat csak egyszer tudunk használni, hogyha jobb, hogyha van minél több. Ez hogy gyűjtök meg egy csomó ilyen TNT-t is, mert meg szeretném craftolni a következő TNT itemeinket. Ami első körben a TNT páncélt jelent, hogy nézem, csak simán TNT blokkokkal meg tudjuk craftolni az egészet. És azt írja, hogyha ezt a teljes páncélatot felveszik, akkor elvileg robbanásvédelmet kapunk, de olyat, hogy teljesen immunisak leszünk a robbanásokra. Na jó, hogyha ez tényleg igaz, akkor onnantól kezdve teljesen biztonságban leszünk bárhol, mert ha ez rengeteg TNT felrobban, még akkor sem fogunk belehalni. Mostan hiba volt nem előbb megcraftolni, de amúgy az a baj, hogy eléggé kevés páncélt ad, de mindenképp ezt fogom magam hordani, mert ez a Netherbe is meg fog azért minket eléggé jól védeni. De viszont ahhoz, hogy tovább haladhassunk, ahhoz kellene szereznünk vasat, és nem tudom, hogy ez a csákány ez működik-e a víz alatt, de megnézem, hogy itt van-e vasbáró. Új, itt van. Megpróbálok kiütni egy darab blokkot, és hát ha amúgy ugyanúgy felrobb. Ugyanúgy felrobbannak a víz alatt, jó, ez amúgy illegális. Ez nem is történhetne meg, de ahogy nézem, ugyanúgy tök jól működik, és van is 7 darab vasam már. Itt van még több vas, mondjuk ennyire nem lesz szükségem, mert igazából eszközöket nem nagyon fog bele csinálni, csak vödröt. És amúgy ez a 11 darab vas bőven elég lesz, hogyha visszamegyek a felszínre. Jó, azért, hogyha már itt vagyok, akkor ezeket is kiszedem, mert miért ne? Így már 14 darabunk van, ez bőven elég. És ezeket ki is sütjük, azt jók vagyunk. Ki is süt, mint a 14-ben először craftolok egy vödröt, meg amúgy a flint and steelt is tudok már csinálni, hiszen egy kovakövet már szereztünk, ilyen netherbe simán le tudunk menni, meg a netherportát is meg fogjuk tudni csinálni, főleg, hogyha ezt innen kiszedjük. Úgyhogy visszamegyek ahhoz a lávatóhoz, amit idefele találtunk, az körülbelül abba az irányba van. Úristen, megtaláltam a lávatóhoz, de ezt nézzétek, mi történt itt errefele, felrobbantak a TNT-k. Ez nagyon nem jó ír, ez azt jelenti, hogy nem mehetünk túl közel a lávatóhoz, mert máskülönben nagy baj lesz. Úgyhogy ki akarok próbálni valamit, ebben nem vagyok biztos, hogy működni fog, de meg akarom csinálni egy darab obszidiánnal legalább. Szóval annyi a lényeg, hogy le kéne, hogy jöjjön csak ide egy darab vizet, és elvileg ez a TNT csákány ez nem úgy működik, hogy felrobbantja a blokkokat, hanem aha! Nem, sajnos ez nem úgy működik, mint ahogy gondoltam, ami azt jelenti, hogy nem fogunk tudni obszidiánt kiszedni ezzel a csákányjal, vagy mégis lehetséges, hogyha ezt ütöm ki, akkor nem változik TNT-vé, és megkapjuk. És gyerünk, kérlek, hagyj kapjam meg ezt az obszidiánt, és amúgy megkaptam. Eléget nyilván egyből, mert nem volt inventory helyem neki, de akkor ez lesz a megfelelő stratégia, hogy ne halljunk meg. Mert amúgy se halnánk meg, mert elvileg ez a páncél ez tűzálló. Ne, felrobbantak a TNT-k! Jó, mindegy, szerelvileg ez a páncél meg fog minket védeni, most le fogjuk tudni viszont tesztelni. Igen, úristen, mi történt itt? Mondjuk a full damage-re vigyáznunk kell, mert abba is meghaltunk azért. Folyamatosan minden robbanni fog körülöttünk, azért ez nem játék. Jó, mindegy, ezt az egész lávatavat akkor leobszidiánozom, és akkor elvileg ki kell csak ásnom őket, és akkor lesz bőven elegendő obszidiánom. Na, összeszedtem a 10 darab obszidiát, és azt nézem, hogy ráállunk az obszidián blokkokra, akkor azok nem alakulnak át TNT-vé, ezt direkt így oldották meg, hogy át tudjunk menni a netherbe, mert máskülönben lehetetlen lenne nyilván. És most nézem, hogy nem is kellett volna 10 darab obszidián, mert ki tudjuk használni ennek a telepnek az alját is. És így elvileg át is mehetünk a netherbe, ami a legveszélyesebb dolog lesz szerintem ebben az egész videóban. Hiszen itt már alapból mindenhol tűz van, és ne! Egy Soul Sand Valley-be spawnoltunk, ami azt jelenti, hogy gáztok bármikor meglőhetnek minket, és alattunk így is TNT-vé alakul, minden jó, visszamegyek egy pillanatra. Az, hogy a netherben boldogulni tudjuk, szükségünk lesz egy erősebb fegyverre, szóval itt az ideje szerintem, hogy megcraftoljuk a TNT kardot, ami 8-at sebez, micsoda, nem tudom ennek, hogy milyen képessége lehet. Na itt egy skeleton, és ezen most lefogom tesztet. Felrobbantja azonnal, ami azt jelenti, hogy együttésben meg tudjuk ölni az összes mobot valószínűleg. Ha igen, akkor az nagyon OP, persze vigyázni kell, mert hátra is lök minket ez a kard, úgyhogy azért van hátránya is. Úgyhogy most följött az összes kajám, úgyhogy elkezdem átcraftolni ezeket a szalmabálákat kenyérre. És ahogy nézem, 64 plusz 41 kenyér lett ebből, ami szerintem elég lesz a videó végéig. Na szóval feladunk, hogy találunk egy fortress, és ne hagyjuk, hogy a gáztok felrobbantsák ezeket a TNT-ket. Úgyhogy valahogy gyerünk, na ezt meg is öltem, és mi? Láttátok, amit megütöttem a gáztot, egy ideig TNT gáztá változott, még erre is figyeltek a módkészítők, ez mekkora már. Viszont arra vigyáznom kéne, hogy a tüzek mellett ne menjek el ilyen közel ezekkel a TNT-kkel, mert az is berobbanthatja az egészet. Jaj, ne, a legnagyobb félelmem be is teljesült, emberek. Ne, az a baj, bárhova megyek, minden felrobban, és ne, itt még több láva van. Na jó, ez nagyon nem lesz így jó. Viszont, hogyha a láva fölött 5 blokk magassággal építek, akkor végül is nagyobb biztonságban vagyok. A
probléma az csak az, hogy ha most ránk lőne egy gázt vagy egy bléz, akkor a híd alattam kieshetne és beleeshetnénk a lábába, és tűzállóság nincs rajtunk, csak robbanásvédelem. Úgyhogy nagyon óvatosan kell közlekednünk a továbbiakban. És miközben haladok el, az összes tűzblokkot is kiütöm, hogy nehogy begyújtsák a TNT-met, és az az érdekes, hogy a tűzblokkot megütöm, az is TNT-vé változik, ez milyen fura már. És Fortress egyelőre nem találtam, de itt egy kék erdő, ami tök jó lenne, mert rendőrmeneket is kéne, hogy farmoljunk, és amúgy nagyon király ez a kard. Csak vigyázni kell, mert nagyon hátra tud lökni, és bele is eshetünk így a lávába. És hát nézzük meg, hogy ezzel mondjuk endermeneket hogyan tudunk farmolni. Eléggé egyszerű, azt nem tudom viszont, hogy az enderpört kidobják-e így. Az XP-t megkaptuk, szóval valószínűleg kidobják, viszont ez nem dobott nekünk. Hát megöltem már jó pár endermant ezzel a robbanós kar, és egyik se dobta ki az enderpörjét, ami azt jelenti, hogy valószínűleg baltával kell végezni összesen. Nem bajom, hogy van vasam is, szóval tudok majd vasbaltát is csinálni. Ez se nagy probléma végül is. És mi TNT endermennél változnak az endermenek, amikor megütjük őket? Jaj ne! És amikor meghal, úgy szintén felrobbannak. Emberek, mégis kaphatunk enderpört, csak úgy érzem, ideig nem volt szerencsém. Hát mindenképp ezt a TNT karot fogom használni arra, hogy lefarmoljam az összeset. Amúgy itt a nagy gyűjtögetésebe közben már több mint egy stack enderpearlöm lett, sőt, amúgy lenne még egy darab, csak egyet véletlenül elhasználtam, és amúgy itt van még egy ender, mert rengeteg spawn, mert ez egy akkora ilyen bajom, és itt a 18. Jó, ennél többre már biztosan nem lesz szükségem, most már Fortress kéne, hogy találjunk. Úgyhogy megyek tovább mondjuk ebbe az irányba. Mi? Az ott egy Fortressnek a sarka, ilyen módon még soha nem találtam. Viszont ezt a lávát ezt mindenképp el kell innen tömnünk, mert itt nem tudunk átmenni a TNT-nkkel anélkül, hogy felrobbanjon. Elvileg, hogyha ide berobbantak a csákanyom. Igen, ez egy rendes Nether Fortress, viszont minden TNT-vé fog alakulni. Alattunk erre, vigyázni kell, itt is már egy láda. Hát itt végül is semmi érdekes nincs, és egy blaze spawnert kéne találni, de ott sem hajó használhatjuk a rendes eszközeinket, hogyha belegondolok. Ott van egy blaze, csak attól tartok, hogy megütöm, és ugyebár ilyen TNT blaze-é fog alakulni, és akkor nem tudom, hogy mi lesz igazából belül, és tényleg ilyen TNT blaze lett belőle, nem már. És ezt megütöm ezzel a karddal, jó, akkor felrobban. Igen, de ugyanúgy rombol blokkokat, ami azt jelenti, hogy a blaze spawner közelébe kerülünk, akkor felrobbantaná a blaze spawnert. Úgyhogy őszintén egyelőre nem tudom, hogy hogyan kéne kiviteleznünk ezt a blaze root gyűjtést. És ott is van egy blaze spawner, talán az lehet az egyetlen egy jó taktika, hogy leszpawnolnak a blézek, igen, és valahogy megpróbálom őket onnan elcsalogatni, mert másképpen felrobbannak. És mi? Felrobbant minden? Ne! Úristen, szerencsére én nem haltam bele, mert full TNT páncélom van. Ne! De megsemmisült minden körülöttem, ez azért eléggé nagy bal szerencse így. Jó, mindegy, igazából, mert tudom, hogy mi segíthetne nekem igazán, meg fogom craftolni a végső TNT itemünket, ami pedig nem más lesz, mint a TNT pajzs. A TNT pajzsot pontosan ugyanúgy kell megcraftolni, mint egy rendes pajzsot, csak itt TNT blokkokat teszünk ide, és ez elméletileg sokat védhet majd a blézek ellen, ha bár nem tudom, lehet, hogy ez is robbanás effektet fog majd rájuk nyomni. Jaj ne! Az a baj, a blézek ugyebár meglövik a TNT-ket, és így felrobban minden. Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz ez a Fortress felfedezés, de alábecsültem a blézek erejét. Úgyhogy egyetlen egy ötletem maradt, ide jövök, és berobbantok oda egy jó nagyot, és remélem, hogy hullott blaze root, hát nem nagyon látok egyet sem. És ahogy nézem, mind a kettő spawner megsemmisült, és megint begyulladnak a TNT-k. Jó, menekülés. Szóval így valószínűleg az egyetlen esély a blaze root farmolásunkra az, hogy csak simán a folyosókon megvárjuk, míg leszpawnolnak, és ott próbáljuk meg őket megölni. Ez nyilván egy hosszú folyamat lesz, de legalább ez a legkiszámíthatóbb. És nézzük meg, mit tud ez a TNT pajzs. Most itt van előttem 3, de a skeleton felrobbantja őket, ez mennyire OP már amúgy. Ott egy blaze, gyerünk, gyorsan, mielőtt még lövöldözni kezd, nem gyújtatja be a TNT-nket, ilyenkor egyből meg kell ütnünk ezzel a karddal, és akkor fel is robban. És ez az megvan a 8 blaze root, habár ezt összegyűjteni nagyon nem volt egyszerű, össze-vissza kellett folyamatosan rohangálnom ebbe a fortressbe, ami már alapból szét van robbantva, amúgy más egyáltalán, hogy meg tudtam szerezni ebből. Szóval most meg haza kéne jutni valahogy, és ősi törmelék, micsoda? Viszont az a baj, hogy ősi törmeléket egyáltalán nem tudjuk kiszedni, mert hogyha megpróbálnék ráütni, akkor átalakult TNT-vé és mellette levő blokkokkal pedig nem robban fel együtt, szóval lehetetlen szerezni, na mindegy. Elkezdek a megfelelő koordináták mentén, hogy visszafele haladni, mert amúgy fogalmam nincsen, hogy körülbelül merről jöttem. És igen, egy 1000 év alatt, de vissza tudtam térni ez a portálhoz. És jó, itt a skeleton, de nem probléma, mert ilyen pajzs, ha úristen, bármi megtámad minket, ennyi lesz a vége. Na de most, hogy megvan mindenünk ahhoz, hogy legyőzzük a sárkányt, itt az ide, hogy először megtaláljuk az endportát, nézzük meg, hogy melyik irányba kell elindulnunk, abba az irányba fogok elmenni. És már nagyon sokat eljöttem, de még mindig abba az irányba kell tovább menni, milyen messze van már ez az endportál. Na és nézzük a továbbiakban, nem akarok bemenni az óceánra. Viszont, hogy pont ott van egy falu, amit tudjátok, miért óriási előny, mert eléggé fogy már a kenyerem, jó, még van 32. De azért ez nem olyan sokra elég már. Úgyhogy ha találnék itt még több szalmabálát, azért az előnyömre válna. Igen, ez az elvileg kiütem ezt a ezt a fűblokot ütöm ki, attól még nem történik semmi, de így a körülötte levő dolgoktól kiütődik az összes szalmabál.
nála. És illett is egy plusz 15 darabom, ez így most már biztosan elég lesz. De most sajnos át kell kelnünk az óceánon, úgyhogy csinálok egy hajót gyorsan. Vagy lehet, hogy még se kell, mert ott még van sziget, és hogy eldobom ezt az Eye of Fennert, igen, akkor körülbelül arra visz, szóval nem kell annyira nagyon átkelnem. Ez az. Ezt megúsztuk szerencsére. És elvileg, hogyha itt eldobom az Eye of Fennert, igen, le is ment a föld alá, szóval valahol itt kéne, hogy lássak, és hát van TNT csákányom, úgyhogy szerintem ezzel fog lásni, mert egy nagy területet ki tudunk szedni. És néha bevágol, ami azt, hogy be tudunk látni, és oppá, ott láttam is a Strongholdnak a könyvtárát. Ami azt jelenti, hogy bőven jó helyen ásunk le. És most megint belátok, és ott láttam téglákat, nagyon jó. És be is robbantottam a Strongholdba, jaj, ne, jönnek a Silverfishek, de az a baj, ezzel még több ilyen blokkot kirobbantok. Óvatosan kéne itt azért bányázgatni. Meg a láva, ne. Ha most érzem, hogy ez a Stronghold felfedezése lesz a legkönnyebb dolog. És miért megütjük a Silverfishet, abból is ilyen TNT Silverfish lesz, ne, és ez kirobban még több blokkot, ami még több Silverfish le tud spawnolni. Ez így nem könnyű. Utáltam itt, hogy vaspáncélt, meg vasrudakat, a vasrudakat elosztom végül is, de amúgy a TNT páncélom jobb lenne, de mi már ennyire letört rólam, szóval ezt újra kéne craftolni. És ott is van az endportál! Jaj, ne, viszont ezt a Silverfish spawnert azonnal ki kéne robbantanom, igen, viszont így leszpannolt még egy Silverfish, jó. Ezt így baltával kéne, hogy kiszedjen valahogy, hogy több ne spawnolja le, ne leszpannolt még több. Jaj, ne, az a baj, ez egy láncreakció, tehát minél többször ütöm meg őket, annál több blokk törik ki, és annál több fog leszpannolni. Az nem probléma, hogyha mondjuk ilyen lentebbi szinteken van sok Silverfish, de ide fentre nem juthat el több, úgyhogy nagyon óvatosan kell ezt nyomnom. Ne, elkezdett felrobbanni az összes TNT mögöttem. Úristen, most nem tudom, hogy mit csinálják. Új, itt egy láda. Itt van még pár darab kenyér, de ugyanúgy csak vasmedvért megjönnek. Jó, ezek a TNT-k nem aktiválódtak be, ami azt jelenti, hogy mehetünk így le az endbe. És ide 12 darab Eye of Ender kell, amiket be is helyezünk a helyére, és hála az énnek, hogy az endportál frémekre állunk, akkor azok nem alakulnak át TNT-be, máskülönben lehetetlen lenne kivinni a játékot. És mielőtt leugrok, azért újra kraftolom a TNT páncélomat, meg amúgy csak egy stack TNT blokkom valahogy nem, szóval nem árt egy picit többet farmolni, mert dinamitokat is kéne kraftolni. Hiszen, hogyha belegondolok, ha eldobunk egy dinamitot, akkor azzal tulajdonképpen ki tudjuk ütni az endkristályokat. A kraftolok is egy teljesen új TNT szetet, az előző letört darabokat szerintem azokat inkább kikukázom, mivel azokkal már sokra annyira nem megyek, és már csak a sisak van hátra, ezzel meg is vagyunk, és van még 45 TNT, ebből kijönne vagy 22 darab dinamit, ami nem rossz. Csak 16-ot lehet egyszerre stackelni. Ez nem annyira kényelmes, de mindegy, nem csinálok még egy 16-os stacket, és 32 darab dinamitnak elégnek kéne, hogy legyen. Így 16 plusz 16 dinamit, ezeket így a kezembe is veszem. És én amondó vagyok, hogy mehetünk is le az endben, na ez egy fura end harc lesz. Szóval így beépítek, de alapból az egész hidam az TNTV alakul, nyilván ezt nem megszoktam, az endermenekre nem nézünk rá. Habár igazából egy enderman az együttés lenne ezzel a TNT karral, úgyhogy tök mindegy. Elvileg, hogyha ezzel a dinamittal mondjuk megdobom még akár a 2000-es kristályt is innen, akkor fel kéne, hogy robbanjon. Ezt elsőre nem találtam el, de mondjuk másodszor igen, sikerült, és nagyon jó, így nagyon könnyű lesz leszedni az összes kristályt. Mondjuk azt, amit nem látok, azt annyira nem, de amúgy szerintem azt is sikerült leszedni. És az is megvan. Az alacsonyat persze nagyon könnyű volt. Első stack dinamitomat már el is dobáltam, ami egy kicsit félelmetes, de mondjuk már a legtöbb kristályt le is szedtem, úgyhogy nincs probléma. És ez egy utolsó magasabb kristály, és mi az előbb megütöttem a sárkányvetett dinamita, és TNT sárkánya alakult, és nézzétek, ez TNT-ket dobál le magában, na jó, ez nagyon veszélyes így. Azt nézzétek, emberek, ne! Amúgy meg milyen komoly textúrája van, már nagyon jól meg van csinálva ez a mód, és nézzétek, mit csinál. Amúgy van egy taktikám, én nem tudom, hogy ez működni fog, de hogyha itt körbejárkálom ezt a területet, akkor minden TNT-vé fog itt alakulni, sőt, még berakok ide is blokkokat. A bedrock az nyilván nem alakul át TNT-vé, de hogyha berakok ide blokkokat, akkor azokat még át tudom alakítani. Amikor leszállna a TNT sárkány, akkor fogom bedobok ide egy dinamitot, és felrobban az összes TNT, ami itt van, és lehetséges, hogy bele is fog halni. Ez amúgy szerintem nem rossz stratégia. Csak vigyázni kell, hogy ne robbanjon akkor át, hogy mondjuk én is messzire elrepüljek. Jó, meg amúgy, mivel TNT-ket dobál le a sárkány, amiért akár fel is robbanthatja ezt a középső telepemet, amit ide raktam. Meg mi? Az az Enderman az TNT-t fog a kezébe, ez lehetséges egyáltalán. Elvileg száll le a TNT sárkány most, és hogyha bedobok oda egy dinamitot, akkor lehetséges, hogy felrobban az összes TNT, és nézzétek, mennyit sebez, rengeteget lesebeztem belőle, ez az. Jó, mondjuk olyan sokat nem sebeztem le belőle, mint amennyit vártam, de amúgy egész jó taktika volt. Miközben a levegőben van talán az egyetlen esélyem arra, hogy sebezzem az, hogy eltalálom egy dinamittal, de az nagyon nem könnyű. Nagyon nehéz ezekkel célozni, tulajdonképpen olyan, mint hogy egy hógolyóval kéne eltalálnom a sárkányt, nagyjából lehetetlen. Ne, és néha ledobál ő is TNT-ket, és akkor meg ez történik. Jó, nem, igazából csak visszaesett a dinamitom, amiket ledobáltam, és valószínűleg attól robbant szét így minden. Jó, mindegy, megpróbáltam ide bejönni közébe, de ne, TNT-ket dobál le rám, miközben száll le, ez amúgy így nagyon veszélyes. Viszont, hogyha ezzel a TNT karddal el tudnám találni így a fejét, akkor azzal sokat bele tudnék sebezni, és nem keveset, igen, nézzétek, hogy megy le az élete. De nagyon gyorsan ki tudott innen szállni. És amúgy ezt nem értem, a sárkány repked össze-vissza, de néha, mint hogyha bevágolna a TNT, amit ledob, és önmagát sebzi, tehát látjátok, hogy az élete már lejjebb, mint amikor a legutóbb leszállt. És hát lehetséges, emiatt nem is nagyon akar leszállni, lehet, hogy meg fogja magát ölni, mennyire rossz már ez a TNT sárkány. Nem baj, megpróbálom azért dinamittal eltalálni, de ez tényleg lehetetlen. Innen, hogyan kéne ezt kivitelezni? Talán amikor közel száll egy toronyhoz, és ledobok egy dinamitot, akkor robbanásával benne lehet, de ez is azért eléggé egy nehéz taktika. Igen, és amúgy sikerült.
sikerült is sebeznem így, de jó. De így, ameddig nem száll le, addig szerintem itt átalakítok pár darab blokkot TNTV, és akkor itt tudok még több dinamitot csinálni majd. Egy újabb 16 darab dinamit így most kijön nekem. És akkor csak arra kéne odafigyelni, mikor száll közel egy ilyen oszlophoz, talán most, ez már túl késő volt. Megint megsebezte magát, már alig van élet, gyerünk, már csak egy darab dinamittal kéne eltalálni, és le tudnám szedni. Hiába dobálom össze-vissza, egyszer lehetetlen eltalálni. Gyerünk, most talán ne! Megölte saját magát a sárkány, majdnem egy ütésnyi élete van. Ott tartottak, hogy mondjuk ezek a dinamitok csak blokkoknál robbannak fel, tehát hiába találnám el a sárkányt, akkor se robbanna be. Sikerült megsebeznem! Úristen, ekkora mázit, nem is láttam az oszlopot, és meghal a TNT sárkány. Jó, mondjuk ez a legszerencsétlenebb boss volt, amit valaha láttam. Konkrétan félig megölte saját magát.